Sziasztok! Kóra Katalin Bianca vagyok, a Szegedi Tudomány Egyetem első éves szabadbölcsész hallgatója. A mozgóképelemzés órában egy olyan feladatot kaptam, hogy készítsek egy kis filmet az ökológiával kapcsolatosan. Az ökológia azon tudományágak közé tartozik, mely az élettereket, az élőlényeket és a környezet kapcsolatát vizsgálja. Az emberek nagyon sokféleképpen óvhatják a környezetüket, de hogy többet tudjunk meg erről, úgy döntöttem, találkozom néhány barátommal. Tartsatok velem! Manapság már egy trend, hogy az emberek áttérnek más életmódra. Valaki vegetáriánus lesz, és valaki pedig a vegánságot választja. Most egy barátnőm vár rám éppen, és vele erről fogunk beszélgetni. Én 3 éve lettem vegetáriánus, ez gyakorlatilag egészségügyi megfontolásból sokkal jobban éreztem magam hús nélkül. Könnyebbek, finomabbak voltak az étkezések, sőt egy idő után elkezdtem jobban érezni az ételeknek az ízét. És olyan 1,5 éve lettem vegán, ami a kettő között igazából már egy egészen kis lépés. Ez inkább környezeti megfontolásból az állatok védelme érdekében. A vegetáriánus hús nem eszik, semmilyen állati hús, míg a vegán semmilyen állati eredetű terméket. Így ide tartozik a tej, a tojás és a méz is. Mit gondolsz, 2050-re lesz-e változás életmód terén? Nagyon remélem, hogy ez a trend folytatódik, mert minél többen lesznek vegánok, annál könnyebb a földünknek eltartani a népességet, etetni a népességet. Így, mivel ez egy trend mostanában és az utóbbi években megtöbbszöröződött a vegánoknak a szám, így remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Köszönöm szépen a beszélgetést! Bevásárló központba, ahol azért érkeztem meg, hogy találkozok egy nagyon jó barátnőmmel, Mercivel. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan figyel a környezetére vásárlás közben. Szia, Merci! Jövök! Kérlek, mesélj nekem arról, hogy te mitől vagy környezettudatosabb, mint a többi vásárló. Én például, amikor zöldséget vásárolok, vagy gyümölcsöt, akkor ilyen újra használható vászontáskába szoktam a zöldségeket szedni, mert ezzel kevésbé szennyezem a környezetet. Én úgy gondolom, minthogyha a műanyag zacskókat használnám fel, és mivel ez kimosható, így többször is magammal tudom hozni, és akkor így többször fel tudom ezt használni. Mit gondolsz, 2050-re történik-e valami változás? Hát, ezt pontosan így nem tudom megmondani, de nagyon remélem, hogy igen, fog történni. Az emberek egyre környezettudatosabbak lesznek, az eldobható dolgokat felváltják az újrahasználható dolgok. Remélem, hogy ez így is lesz. Minnyáján észleltük, hogy a klímaváltozás igencsak jelen van környezetünkben. Ez kihat a különböző fajokra is, növényekre, populációkra. Most pedig bemegyek az ökológia tanszékre, és megkérdezek pár szakembert erről, hogy ők mit gondolnak. Számomra a környezetvédelmi nagyon-nagyon fontos téma. Ugye elég csak gondolni az idei nagy katasztrófájára, az amazoni esőerdőnek a tűzvészére, mely során az esőerdőnek egy jó része leégett sajnos. Ugye tudnunk, mondanom se kell, hogy ez ugye a Földnek a tüdeje, tehát számtalan már nagy mennyiségű oxigént termel, és ugye nagyon fontos téma még továbbá, hogy az ott élő farmereknek az erdő kivágása, amely ugye a mezőgazdasági célra történik. Mit gondolsz, 2050-re hogy fog kinézni a bolygónk?
Számomra ez egy nagyon ijesztő képet mutat, ugyanis hogy továbbra is folytatjuk ezt a pazarló életmódot, úgy gondolom, hogy 2050-re számos növény és állat ki fog halni, illetve nagy valószínűséggel az embernek a létezése a Földön is veszélyeztetve lesz. Tehát valójában mi is ez a klímaváltozás? Maga a háttértényezők, ez egy borzasztó egyszerű dolog. Néhány olyan molekulának a mennyisége megnövekedett a légkörben, amelyek az amúgy a világűrbe távozó hőt visszatartják a légkörben. Hol van a probléma? Mi nem tud alkalmazkodni hozzá? Pontosan az emberi civilizáció az, ami nem tud alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. A mi civilizációnk, a technológiai fejlettségünk és a társadalmi stabilitásunk az nagyon erős éghajlati, klimatikus stabilitást követel meg. Az egész mezőgazdaságunk, az élelemtermelésünk azon nyugszik, hogy minden évben egy-egy adott területen mi megfelelő mennyiségű takarmány, vagy éppen emberi fogyasztásra alkalmas terményeket tudunk előállítani. Sajnos abban az esetben, hogyha a klíma megváltozik, ezt nem fogjuk tudni megtenni. Ennek nagyon sok oka van, nem lesz elég feltétlenül a csapadék, talajerózió alakul ki ott, ahol túl sok lesz a csapadék, a beporzók mennyisége csökkenhet, amit például Kínában nagyon sok felé látunk, hogy teljesen eltűntek a beporzók, és ott a kis kínaiaknak maguknak kell ecsettel beporozni a növényeket. Tehát igazából a legnagyobb vesztesei a klímaváltozásnak nem az élővilág, hanem mi emberek és a mi emberi civilizáció. Mert valószínűleg az ember nem fog kihalni a Földről, tehát kis nyilván a jelenlegi civilizáció egy komolyabb klímaváltozás nem fog túlélni. Kis mennyiségben, kis populáció mérettel az emberi faj túl fog élni valószínűleg a Földön, de pont ez a technológiai fejlettségünk, meg amit eddig elértünk tudományban, tehát ezek fognak úgy összeomlani, hogy a továbbiakban már fenntarthatatlanak leszünk. Számos bizonyítékunk van azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt évezredekben a klíma változott, és ezekre a változásokra az élővilág reagált. Mik ezek a bizonyítékok? Például, ha csak Magyarországot hozzuk fel, akkor megállapíthatjuk, hogy a pollenanalízisek és fosszíliák elemzése során bebizonyosodott, hogy korábban más élővilág, más növényzet fordult elő a Kárpát-medencében, de ugyanilyen bizonyítékként szolgálnak egyes kőzettípusok is, például a gleccserek egy adott területen jellegzetes lenyomatokat hagynak, és ezekből lehet következtetni arra, hogy korábban egy adott területen mondjuk hidegebb volt a jelenlegi klímánál. Mi várható a jövőben Magyarországgal kapcsolatban? Ez egy igen érdekes kérdés, és az átlagembert foglalkoztatja ez a kérdés. A hőmérséklet folyamatos emelkedését vetítik elő a klímamodellek, a csapadék eloszlással kapcsolatban, a csapadék mennyiséggel kapcsolatban viszont bizonytalanabbak az előrejelzések. Még korábban, körülbelül 20 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, és a klimatológusok is úgy gondolták, hogy jelentősen fog csökkenni a csapadék mennyisége a Kárpát-medencében. Azonban ez alatt a 20 év alatt, ami azóta eltelt, ezt nem sikerült bebizonyítani, a csapadék mennyisége nem változott szignifikánsan a korábbi időszakhoz képest. Vannak olyan fajok, amelyek nem tudják elviselni ezeket a szélsőséges ingadozásokat, ezáltal kipusztulhatnak egy adott területről. Szerencsésebb esetben el tudnak vándorolni egy olyan terület irányába, vagy egy olyan területre, ahol kedvező számukra a klíma, kedvező számukra az adott területnek a hőmérséklet és csapadék viszonyai. Másik lehetőség, hogy alkalmazkodnak. Mi várható a fajokkal kapcsolatban itt Magyarországon, a Kárpát-medencében és esetleg Európában? A felmelegedéssel északirányú vándorlást prediktálunk, esetleg a magasabb hegyvidékeken feljebb húzódhatnak a fajok, de egy idő után nem tudnak feljebb húzódni, így ezek a fajok, illetve ezeknek a fajoknak a kipusztulása kell szembenéznie. De előfordulhat az is, hogy helyben a korábbi elterjedési területén belül egy faj találhat olyan területeket, ahol hosszú ideig túlélhet. Ezeket a területeket hívjuk menedékhelyeknek, vagy refúgiumoknak.
A fotoszintézis a legfontosabb folyamatok egyike a növényekben, és az egyik legaktívabb kutatási terület. Noha azt gondoljuk, hogy a fotoszintézis kapcsán a tudásunk már teljes, ez közel sincs így. A fotoszintézis helye az a kloroplasztisz, ennek a felépítését többnyire ismerjük, illetve a főbb részeit ismerjük. De ezt sem lehet elképzelni úgy, hogy valami állandó struktúra, hanem maga a kloroplasztiszok száma, mérete is dinamikusan változik. Itt zajlanak azok a folyamatok, melyeket két fő csoportra bonthatjuk. Az egyik a fényszakasz, a másik pedig a Kelvin ciklus. A fényszakasz az a membránokhoz kötött fehérjék közreműködésével zajlik. Ez a sok membrán egy nagy felületet biztosít ezen fehérjék számára. Míg a Kelvin ciklus enzimei azok az alapállományban működnek. Itt az egyetemünkön is több kutatást végzünk a fotoszintézis kapcsán, leginkább a stresszben betöltött szerepét vizsgáljuk. Az agráriumnak célja is, hogy a fotoszintézis hatékonyságát növeljük, hiszen a különböző stressz hatására ennek az aktivitása csökken, ami nagy gazdasági kárt jelent a mezőgazdaság számára. 2050-re célunk, hogy az élelmiszer mennyiségét és minőségét növeljük, így előtérbe kerülnek ezek a kutatások. Azok a molekuláris biológiai kutatások, melyekkel lehet növelni a fotoszintézis hatékonyságát, vagy azok az élettani kutatások, melyekkel lehet fokozni, úgy, hogy egy-egy növénynek a stressz ellenállóságát növeljük, vagy olyan permetszerekkel növeljük a hatékonyságot, mely az eredményesebb fotoszintetikus hatékonysághoz vezet. Amint láttátok, a különböző szakemberek és a diákok tudatosan viszonyulnak a környezethez. Innentől kezdve a ti kezetekben van a döntés, hogy mit tesztek a saját jövőtökért, illetve a következő generáció jövőjéért.